Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, Életvitel című magazin műsorunk újabb epizódját láthatják. A mai témát röviden úgy tudnám összefoglalni, beszélgetünk mindarról, ami a fiatalokat, a fiatal felnőtteket érinti, véleményformálás és érdekérvényesítés szempontjából, milyen szinten, hogyan tudják ezt megoldani, milyen szervezetek léteznek az ő segítésükre, az ő együttműködésükkel tartsanak velünk. A mai beszélgetésben vendégem Hegedűs Zoltán, aki Budapestről érkezett, de egyébként ebből a megyéből indult el. Őt most elsősorban úgy hívtam meg, mint a Nemzeti Ifjúsági Tanács első emberét, elnökét, és ez az elnökké választás nem is olyan nagyon régen volt. Köszönöm, Zoli, hogy eljöttél erre a beszélgetésre. Köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a nézőket én is. Mi volt Kisvárdán, ami a te életedben lehetőséget teremtett arra, hogy becsatlakozz valamikor egy akkor működő szervezetbe, vagy akár jelen voltál ilyen szervezet alapításánál? Igen, egy kicsit megfordítom, ez nem Kisvárdán indult nálam, viszont ott teljesedett ki. Ugye alapvetően én a Debreceni Egyetemnek voltam, meg vagyok jelen pillanatban is a hallgatója. Én ott kezdtem a kvázi közéleti, meg ifjúsági pályafutásomat a hallgatói önkormányzatnak a kötelékében, ahol előbb alelnök voltam, majd a Kari Hallgatói és Juttatási Bizottságnak az elnöke, és 2013-ban kerültem át félig meddig Budapestre. Ugye a hallgató önkormányzatoknak van egy ilyen országos szinten működő ernyőszervezete, ez a Hallgató Önkormányzatok Országos Konferenciája, a HÖOK, és én 2013 őszén kerültem oda, ahol alapvetően két területtel kezdtem el foglalkozni, az egyik az a tehetséggondozás, a másik pedig a ifjúságügy és az ifjúságpolitika volt. És nyilván az utóbbi kapcsán egyfajta országjárás volt az, amit én is megvalósítottam. Megnéztem azoknak a városoknak a ilyen jellegű mintáját, ahol tudjuk, hogy jól működik ez települési szinten, tehát az önkormányzat részéről van erre affinitás, van erre kapacitás, hogy foglalkoznak a fiatalokkal, a fiatalok részéről meg ugyancsak megvan ez a fajta tenni akarás. Ők ilyen jó mintának lehetett nevezni ebben az időszakban, és a mai napig Székesfehérvárat, Kecskemétet, Veszprémet például, ahol az elég komoly ifjúsági ház is működik. És nyilván ezt követően ugye egyre több ifjúsági és civil szervezettel kerültem kapcsolatba, és feltűnt, hogy hát nálunk sajnos Kisvárdán nincsen semmilyen olyan kezdeményezés, nincsen közösségi tér a fiatalok számára, nincsenek olyan kvázi programok, amelyeken keresztül tudnánk velük foglalkozni, vagy tudnánk őket fejleszteni, és innen jött az, hogy 2015 nyarán megalapítottuk a mi egyesületünket, ez a Fiatalok a Városért Egyesület Kisvárda, és akkor szépen lassan így ez lépésről lépésre kinőtte magát. Az első időszakban csak ilyen különböző programokat szerveztünk nekik önkéntes alapon, azt követően már a tavalyi évben sikerült egy közösségi teret megnyitnunk a számukra, ahol ugye általában hétközben, illetve rendezvények esetén hétvégén is tudnunk számukra programokat, program lehetőséget biztosítani. Ebben vannak olyanok, amelyeket ők maguk szerveznek meg a maguk számára. Vannak filmklubok, vannak tanácsadási alkalmak itt a mentálhigiéniás dolgoktól kezdve, egészen a különböző pályaorientációs dolgokon át, és nyilván különböző kompetenciafejlesztéseket, tréningeket valósítunk meg nekik, illetve próbálunk mindig újabb és újabb rendezvényeket behozni, és akkor hál' Istennek ez mára most már azért elég jól működik, és elég jól beváltan működik. Az általad említett városokban, úgy mint Veszprém vagy Székesfehérvár, ott olyan jó minták voltak, hogy arra lehetett alapozni, mivel érték el a sikerüket, azt, hogy működnek, hiszen azt gondolom, ezt már sikerként kell elkönyvelni, ha valami fent tud maradni.
Igen, alapvetően ugye több olyan város is van, ami tényleg jól működik. Ezeknek azért van egyfajta bevált hagyománya, tehát hogy nyilván ezek ilyen régebb óta jól működő minták. Alapvetően ugye én erre azt szoktam mondani, meg nekem tényleg az a személyes tapasztalatom, hogy ez nagyon sok esetben a személyeken múlik, tehát hogyha mondjuk adott esetben az önkormányzatban van mondjuk egy olyan fiatalabb képviselő vagy alpolgármester, akinek mondjuk ez a terület szívügye, akkor nyilván felkarolják, és akkor onnantól kezdve, hál' Istennek, helyi szinten meg szokták találni mindenhol azokat a szakembereket, akik megtalálják a közös hangot a fiatalokkal. A fiatalok is érzik azt, hogy amikor ők elmondják a problémáikat, a véleményüket, akkor azt meghallgatják, figyelembe veszik, és be tudják csatornázni. Ugye alapvetően nyilván ezek más, tehát nagyobb városok más adottságokkal, mint mondjuk akár Kisvárdával összevetve, viszont vannak olyan jó minták, akár programokra vonatkozóan, akár egy, nem tudom, diák önkormányzatnak a mentorálására vonatkozóan, amelyek viszont azt gondolom, hogy gyakorlatilag bármilyen település típusra adaptálhatóak. Úgyhogy ilyen szempontból ezek hasznosak. Én mindig a kvázi ilyen új munkatársaimat is el szoktam vagy küldeni, vagy hogyha pont úgy jön ki a lépés, hogy nekem is mennem kell, akkor el szoktam őket vinni, hogy nézzenek körül ilyen látóutak alkalmával ezeken a településeken. Mennyire érinti meg az ifjúságot, hogy ilyen tág keretek között fogalmazzunk, ez a lehetőség, ezek a terek? Nem hiszem, hogy teljes mértékben. Ezek nagyon, tehát hogy alapvetően ezek a programok, próbáljuk mi is úgy összehozni, hogy a lehető legtöbb fiatal számára hasznosak legyenek. Ugye mindig az a tapasztalat, hogy amikor bevezetünk egy ilyen új dolgot, akkor az elején van egyfajta ilyen távolságtartás, meg passzivitás a fiatalok részéről. Van egy ilyen általános vélekedés is, hogy a fiatalok passzívak, én ezt nagyon, nagyon nem szeretem, és én ezt nagyon nem tartom igaznak. Nekem erről az a véleményem, hogyha megtaláljuk mindig szépen lassan azokat a fiatalokat, akik egyébként aktívak, tenni akarnak, be tudjuk őket vonni és bevonódnak, és egyébként látják, hogy ezek a programok, ezek a folyamatok működnek, ezek vezetnek valahova, elkezdik ezeket a közösségeket ők maguk formálni, ők maguk alakítani, a sajátjuknak érezni, akkor egyébként ők folyamatosan egyre több fiatalt vonnak be lépésről lépésre maguk köré, és én azt gondolom, hogy meg lehet találni minden fiatal számára azt a területet, azt a részterületet, akár azt az ügyet, vagy azt a fórumot, ahol egyébként ő aktív tud lenni, és ő aktívan hozzá tud tenni a közösségnek az ügyéhez, meg a közösségnek a céljaihoz, meg az érdekeihez, legyen ez helyi szint, legyen ez egy, nem tudom, iskolai diák önkormányzat, legyen ez egy település, legyen ez egy régiós szint, vagy legyen ez egy országos szint. Amikor fiatalokról, az ifjúságról beszélünk, akkor milyen korosztályra gondolunk? Mert ugye itt a beszélgetés elején te főként hallgatókat tömörítő szervezeteket említettél meg. A középiskolai korosztály mennyire tud aktív lenni, mennyire tudja megfogalmazni a véleményét, és egyáltalán átlátják-e a saját korosztályuknak a lehetőségeit? Ugye ez az ifjúsági korosztály, ez mindig ilyen szempontból egy érdekes kérdés. Alapvetően két felső küszöböt szoktak meghatározni. Az egyik az a 29, ami szerint sajnos én már jövőre nem esek bele. A másik pedig a 35 év. Általában ez az EU-s az a 29. A hazai gondolkodásban, meg rendszerekben meg ez a 35 került be és maradt is benne. Ugye alapvetően nyilván az én indulásom az ilyen szempontból a hallgatói szférához kötődik, viszont mi alapvetően, és akkor kicsit ketté bontva, otthon, főleg nyilván abból a sajátosságból adódóan Kisvárdán, hogy gyakorlatilag ugye középiskola után ezek a fiatalok 19-20 évesen elmennek, alapvetően és főként mi a középiskolás fiatalokkal tudunk együtt dolgozni, mert ezt követően ők elmennek egyetemre, főiskolára, ami nyilván azt jelenti, hogy mondjuk egy hétvégi rendezvény esetében ők bevonódnak, résztvevők, viszont nekünk a programjának azért egy jelentős része ugye a hétközben valósul meg. Úgyhogy ilyen szempontból ez ilyen általános tapasztalat, hogyha nem azokat a városokat vesszük figyelembe, ahol mondjuk van felsőoktatási intézmény, és nyilván annak van egy megtartó ereje, és sok fiatal van ott,
akkor főleg ezek a közösségi terek, meg ezek a kifejezetten a fiatalokkal foglalkozó szervezetek, ezek főként a 11-2-től 19 évig terjedő korosztállyal tudnak együtt dolgozni, tudnak velük foglalkozni. Ugye alapvetően ez megint egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezek a fiatalok mondjuk mennyire tudnak érdeket képviselni, vagy érdeket érvényesíteni. Meg hogy tudják-e, hogy mi egyáltalán, hogy érdekli-e őket, hogy mi az érdekük? Nekem hál' Istennek az a tapasztalatom, hogy egyébként nagyon sok fiatal van, aki lelkes, és nagyon sok fiatalt érdekelnek a lehetőségei ilyen szempontból. Ugye itt érdemes ketté választani azt, hogy a különböző közegekben, meg terekben mi a mozgásterük. Nyilván az iskolák esetében ez mondjuk egy diák önkormányzat, aminek a működése azért nagyon esetleges ma Magyarországon. Ugyancsak azt tudom elmondani, mint mondjuk az ifjúsági területnek a kapcsán, hogy ahol mondjuk olyan a pedagógusi kar, van egy olyan döksegítő tanár, akinek egyébként ez szívügye, aki foglalkozik vele és felkarolja, ott egyébként nagyon jó dolgok ki tudnak sülni, meg nyilván vannak olyan intézmények, ahol meg ugye kipipálják azt a fajta kötelezettséget, amit a köznevelési törvénynek a vonatkozó passzusai rájuk rónak ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban voltak pozitív irányba elmozdulások. Ugye a legutóbbi országos diák parlamentet követően létrejött az országos diáktanács, ami kifejezetten minden megyéből egy delegáltat, illetve egy pót delegáltat tömörít, és akkor ők ilyen két-három havi rendszerességgel üléseznek, ott általában a köznevelési területért felelős helyettes államtitkáról Maruzsa Zoltán szokott bent lenni ezeken az üléseken, tehát azért elég komoly szintről meghallgatják az ő elképzeléseiket, az ő javaslataikat. Az ő munkájuk az meg főleg úgy néz ki, hogy ezeken az országos diákparlamenteken, ami 3 évente kerül megrendezésre, nagyjából ilyen 300-400 diáknak a részvételével országos szintről, ők kidolgoznak álláspontokat, tehát egy 40-50 pontos cselekvési tervet, és akkor a köztes időszakban pedig ennek az ODT-nek lenne a feladata az, hogy ezt próbálja megvalósítani, vagy próbáljon ezzel kapcsolatban lépéseket kezdeményezni. Én azt gondolom, hogy sok a tehetséges fiatal, nyilván nagyon sok területen szükség van arra, hogy képezzük őket, szükség van arra, hogy tapasztalatokat adjunk át nekik, tudást adjunk át nekik. Én is érzem magamon, hogy teljesen másképp viselkedtem, nyilván 18 évesen meggondolkodtam, meg teljesen másképp teszem meg mindezt 28-29 évesen, de hogy én nem látom feltétlenül negatívnak a fiataloknak a helyzetét, meg a fiataloknak a gondolkodását ebben az értelemben. A ti szervezetetek, aminek elnöke is vagy egyben, mire képes? Mióta van jelen Magyarországon? Mi hívta életre? A Nemzeti Ifjúsági Tanácsról ugye azt kell tudni, hogy gyakorlatilag a Nyugat-Európában szinte mindenhol létrejött egy ilyen országos szintű ifjúsági ernyőszervezet, 1950-es, 60-as, 70-es évektől kezdődően, és ugye nyilván a kevésbé szerencsésebb országokban, akik a vasfüggönynek ezen az oldalán voltak, mint például mi is, nyilván ez nem volt ilyen szempontból jellemző, volt egy úttörő mozgalom, és viszontlátásra. Alapvetően ugye azt hívta ezeket a szervezeteket életre, hogy kvázi ugye megerősödött a civil szektor, megerősödött az ifjúsági szektor, és hál' Istennek ugye a döntéshozók azok elkezdték azt felismerni, hogy egyébként szükség van egy ilyen szervezetre. Nálunk a rendszerváltást követően több próbálkozás is volt erre, amelyek azért ilyen hosszabb, rövidebb ideig működtek a 90-es évektől kezdődően, viszont valamilyen oknál fogva ezek mindig elhaltak. Volt, hogy egyszerre párhuzamosan működött mondjuk két ilyen szervezet, ez az úgynevezett OGYIP meg a MOGYIT volt, és akkor 94 és 98 között, és nyilván, ahogy ilyenkor lenni szokott, a két szervezet szépen furta egymást. Utána a 2000-es évek elején volt megint egy úgynevezett magyar gyermek és ifjúsági tanács, ami szintén működött egy darabig, ezt követően gyakorlatilag ugye ez is teljes mértékben kiüresedett.
És jött nyilván a 2000-es éveknek a végén, 2009-10 környékén megint a gondolat, hogy szükség lenne tényleg teljesen ilyen alulról jövő kezdeményezésként a legnagyobb ifjúsági, akkor már működő szervezetek, ernyőszervezetek, helyi szervezetek részéről, hogy szükség lenne megint egy, tehát szükség lenne arra, hogy végre működjön egy nemzeti ifjúsági tanács ma Magyarországon, aminek az állomása, a végkimenetele az lett, hogy 2012. decemberében megalakult 101 néhány szervezetnek a részvételével a Nemzeti Ifjúsági Tanács, és elkezdődött egy ilyen, hát közel 3 éven át tartó húzavona, ugyanis annyi volt a problémája, hogy gyakorlatilag ugye nem volt precedens korábban Magyarországon ilyen jellegű szervezetnek a bejegyzésére, és nyilván a magyar jogrendszer ezt nem tudta értelmezni, úgyhogy elég sok nekifutás végén 2015. szeptemberében a bíróság is bejegyezte a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot, ami ugye, tehát mi gyakorlatilag ugye kvázi egyesületi formában működünk, nem köztestület vagyunk, hanem egy egyesület vagyunk, aminek ugye egyesületek és alapítványok a tagjai, és akkor így jutottunk el odáig 2015. szeptemberében, hogy innentől kezdve már formalizáltan tudtunk elkezdeni működni. És érzitek most 2018 őszére, ugye 3 év tapasztalatáról beszélhetünk, mondjuk 6 helyett, hogy tényleg volt létjogosultsága ennek, tehát más feladatok hárulnak rátok, mint az önálló szervezetekre? Tehát meg tudjátok mindazt valósítani, ami miatt létrejött az Egyesület? Persze, ugye alapvetően, ha ketté bontjuk egy kicsit, egyrészt ugye a nemzetközi térbe kilépve, ma Magyarországon 2 ilyen kvázi nagy ifjúsági ernyőszervezet van. Az egyik általunk is említett Nemzeti Ifjúsági Tanács, illetve van egy Magyar Ifjúsági Konferencia, ami 99 óta működik. Ugye a két szervezetet nem feltétlenül tudják mindig így elhelyezni, hogy melyik micsoda. Nagyon egyszerű a különbség, ugye a MIK az Kárpát-medencei szinten gondolkodik, a MIK-nek az elsődleges feladata a külhoni országrészekben működő magyar fiatalok által működtetett és velük dolgozó ifjúsági szervezeteknek a tömörítése, a NITÉ pedig ugye az anyaországi. És ugye a nemzetközi viszonylatban azért volt fontos, mert hogy gyakorlatilag van egy ilyen nagy nemzetközi szervezet, ez a European Youth Forum, ami a Európai Ifjúsági Fórum, és nyilván ennek nem volt magyar tagja. Mi 2016 végén indítottuk el a tagfelvételi eljárást, ennek van egy ilyen belső protokollja, jelenleg ugye megfigyelői státuszban vagyunk, majd ezt követően, hogy ez lejárt, akkor el tudjuk indítani a teljes jogú taggá válásunkat, de ennek ellenére ugyanúgy részt tudunk venni, meg a delegáltjaink részt tudnak venni a ifjúsági fórumnak az ülésén, pont most lesz majd a következő novemberben a Szerbiában, Újvidéken. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy innentől kezdve tudjuk artikulálni az európai térben is a hazai fiataloknak a véleményét, hazai fiataloknak a problémáit. Hazai szinten, meg hál' Istennek úgy szintén sikerült ez. Ugye 2016-ban stratégiai partnerségi megállapodást tudtunk kötni az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Innentől kezdve a oktatási, ifjúsági, civil és egyéb területekkel kapcsolatos jogszabályoknak a véleményezésébe be tudunk kapcsolódni, folyamatosan tudunk ügyeket és problémákat jelezni. Hál' Istennek van egy egész jó kapcsolat, most már pont az elmúlt évekre építve az illetékes államtitkársággal, helyettes államtitkársággal, ahol tényleg tudunk folyamatosan együtt gondolkodni, meg együtt dolgozni. És nyilván elég sok, most már jó néhány projektet meg tudtunk valósítani, pont szeptember utolsó hétvégén volt a Szabad Egyetemünk, ahol 100 fiatallal tudtunk együtt dolgozni 3 napon keresztül, úgyhogy hál' Istennek egyenlőre azért ilyen pozitívak a visszajelzések. Nyilván a következő időszakban azért szeretnénk még inkább erősíteni a szervezeten, olyan új területeket megpróbálni belépni, amelyekre a korábbi időszakban nem volt kapacitása a szervezetnek, és nyilván szeretnénk minél több fiatalhoz eljutni a következő időszakban. Mindaz, amit meg tudtok valósítani,
arra lehetőséget kínálnak nektek konkrétan, vagy ti találjátok ki, hogy mit szeretnétek megvalósítani, és úgy keresitek a megvalósítási lehetőségeket? Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően inkább az utóbbi az, tehát hogy próbáljuk megnézni, megfordítom. Tehát, hogy mind a kettő jellemző valamilyen szempontból. Ugye nyilván alapvetően vannak azok a különböző akár pályázati lehetőségek, amiket nyilván látunk folyamatosan, meg azok a különböző feladatok, amik megjelennek, és akkor azokhoz igyekszünk csatlakozni, igyekszünk kapcsolódni. Hová tudtok pályázni? Ugye a hazai és nemzetközi forrásokra is tudunk, nekünk alapvetően tehát egyrészt a minisztériumnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tudunk mindig szakmai programokra pályázatot beadni, amikor van valamilyen tematikus év, mint idén a családok éve, akkor nyilván ahhoz kapcsolódóan tudunk pluszba, tudunk Erasmus pluszos forrásokat lehívni, tudunk közvetlen Európa Tanácsos, illetve brüsszeli forrásokra pályázni, tudunk a különböző a visegrádi alapnak a pályázataihoz, és akkor nyilván egyéb ilyen hazai pályázati lehetőségeket is próbálunk folyamatosan keresni. Gondolok itt például a szerencsejátéknak a ilyen alapjához való pályázati lehetőségekre, úgyhogy hál' Istennek ilyen szempontból azért egész jó a helyzet. Másrésztről meg nyilván vannak, amikor találunk egy olyan ügyet, amivel azt gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes foglalkozni, mindenképpen szeretnénk vele foglalkozni, akkor meg megpróbálunk ahhoz forrásokat találni a különböző akár pályázati lehetőségekben, akár más területeken, és nyilván mondjuk a következő időszakban próbálkozunk majd azzal is, hogy a szervezet önmaga is tudjon olyan jövedelmeket, meg olyan egyéb forrásokat biztosítani, meg generálni a saját tevékenysége révén, amiből utána még több fejlesztést tudunk megvalósítani. Illetve nyilván a tagdíjaink azok, amikre még tudunk ebben a helyzetben támaszkodni. Ha egy ilyen nemzetközi találkozó alkalmával képviselitek Magyarországot, én gondolom, hogy te is ott vagy ezeken a elnökként, ezeken az összejöveteleken, és ahogy te is mondtad, elhangzanak a mindenki a saját országában összegyűjtött fiatalokat érintő problémák, ezeket ott közreadjátok, akkor itt mi tud történni? Lehet, hogy van egy olyan nemzet képviseletében néhány fiatal ott, aki azt mondja, hogy ez nálunk is gondot okozott, és mi ide meg ide fordultunk, és ezt meg ezt tettük, vagy mi lehet ennek a hozadéka? Ugye az elmúlt időszakban zajlott a Európai Ifjúsági Stratégiának a kialakítása, illetve zajlik ez jelen pillanatban is. Úgyhogy az idei évnek a nemzetközi térben megvalósuló rendezvényei, azok főleg ezt célozták meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tagállamoknak a ifjúsági delegáltja, ifjúsági képviselői vitték magukkal ezeket a különböző ajánlásokat. Mondok egy ilyen életszerű példát, a mi esetünkben ez úgy nézett ki, hogy mondjuk az Európai Ifjúsági Stratégia kapcsán meghatározásra került 11 ilyen youth goal, ilyen ifjúsági cél. Ezek között a oktatás korszerűsítésétől kezdve a gyakornoki pozíciók fizetőssé tételén át a fiatalok vidéken való boldogulásának és otthon teremtésének a segítésén át nagyon sok rétű és nagyon sokféle cél megjelent. Ezek nagyon komoly dolgok, tehát ha csak egyet választanátok ki, annak a érdekében való tenni akarás is nagy dolog, azt gondolom. Nem nagy vállalás ez, vagy nem sok egyszerre 11? Ezeket általánosan szokták meghatározni, és akkor a különböző tagországoknak a feladata az, hogy ezekre reagáljanak. Tehát a mi esetünkben sem mélyültünk el mondjuk mind a 11 témában, hanem ugye az következett, hogy szerveztünk egy országjárást, ilyen nagyjából régió szintre igyekeztünk eljutni, tehát mondjuk mind a 7 régióban megvalósítani egy nagyobb rendezvényt, ahol bemutatásra kerültek ezek a célok, bemutatásra került a stratégia kialakításának a folyamata, és akkor nyilván a helyben lévő fiatalokkal elkezdtünk a 2-3 téma mentén együtt dolgozni, együtt gondolkodni. Ugye ami nálunk fontos volt, ez a fiatalok
munkaerőpiaci elhelyezkedése, illetve az oktatásnak a korszerűsítése és a fiatalok vidéken való boldogulásának a támogatása. Ez gyakorlatilag ugye nem hasraütésszerűen jött, hanem nekünk volt még az év elején egy reprezentatív kutatásunk, aminek egyrészt volt egy ilyen online része, ahol egy 2000-es mintavétellel tudtunk dolgozni egy kutatócégen keresztül, másrészt meg voltak fókuszcsoportos beszélgetéseink, és akkor ez alapján szűrtük le ezt a három célt, amit a legfontosabbnak tartottak a fiatalok, és akkor nyilván ez a három téma volt, ami ezeken a régiós konferenciákon előkerült, ahol ezekbe igyekeztünk mélyebben belemenni, különböző szakembereknek is a bevonásával, illetve főleg a fiatalok véleményének a becsatornázásával. Itt tényleg ilyen 16 és 28-30 közötti korosztállyal dolgoztunk, akkor ezeknek a kimenetét, ezeknek az inputjait egy kicsit összegyűrtük, és akkor ezt követően ezzel kapcsolatban volt még egy konferenciánk, illetve amivel mi még most próbálkoztunk, és az Istennek nyilván nem reprezentatív, de sikeres volt, hogy több nyári fesztiválon is jelen voltunk, és akkor a fesztiválok alkalmával is próbáltunk az ott fesztiválozó fiatalokkal beszélgetni. Nyilván egy kicsit könnyedebb kérdői formájában ugyanezekre a témákra. Az egy érdekes mintavétel mindenképpen így megjelenni. És akkor ebből került egy ilyen kvázi ajánláscsomag kidolgozásra, amit mondjuk a legutóbbi ilyen alkalommal szeptember elején Bécsben tudtak a mi delegáltjaink képviselni. Én akkor sajnos pont nem voltam jelen egy egyéb külföldi út miatt. Úgyhogy gyakorlatilag ennek így néz ki a folyamata. Legvégül azt fogalmaz meg, tömören, ha lehet, hogy te miért csinálod ezt, amit csinálsz? Én egyrészt nagyon szeretem csinálni, amit csinálok, másrésztről meg én így nagyon belegabajodtam ebbe a történetbe. Talán ez a legjobb szó rá, hogy tényleg, amikor én ezt így elkezdtem 19-20 évesen, akkor úgy egyre több és több területbe sikerült belelátnom. Hál' Istennek olyan pozitív élmények értek abból a szempontból, hogy most már azért elég sok sikeres dolgot tudtunk megvalósítani, és nyilván azért, mert egyébként nagyon, nagyon pozitív és megerősítő az embernek, amikor akár egy rendezvény, akár egy bármilyen program elemet követően a fiatalok oda jönnek, és akkor elmondják, hogy hú, ez mennyire jó volt, meg hú, ez mennyire hasznos volt. És nyilván azok is, amikor mondjuk bevonunk pár fiatalt, és akkor együtt dolgozunk velük, akár helyi szinten, akár országos szinten, és akkor utána is megmarad ez a kapocs, meg ez a ilyen folyamatos visszajelzés. Tehát mai napig vannak olyanok, akikkel 2-3 éve dolgoztam együtt, és így a mai napig elmesélik néha, hogy most épp hol tartanak, vagy mire jutottak. Úgyhogy talán ezek azok a dolgok. Hát én a hazai ifjú társadalom, ifjúsági társadalom érdekében kívánok további sikeres és kitartó munkát neked, a szervezeteteknek és valamennyi magyarországi diák és hallgatói szervezetnek, és köszönöm a beszélgetést. És köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az életvitelbe ennyi fért a mai napon. Remélem, hogy önök is hasznosnak ítélték ezeket a gondolatokat, legközelebb is tartsanak velünk majd. Viszontlátásra! A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.